találat. A Nyíradonyi Iskola honvédelmi tagozatának kadétjai vívnak az újonnan átadott sportlőtéren Encsencsen. A bemutatót a harmadik Olá Sándor területvédelmi zászló alj tartalékos katonái is figyelemmel kísérték. Az egykori gyümölcsös helyén civil kezdeményezésre olyan lőteret adtak át, amely méltó a település sporthagyományaihoz, hiszen nem csak megyei és országos, de Európa és világbajnoki serlegek is vannak az encsencsi vitrínben. A településünkön valamikor rendkívül népszerű volt a lövéssport, így, hogy úgy mondjam, egy kicsit sok család lövészvénával van megáldva, és ezek jó eredményekkel is jelentkeztek az elmúlt években. Itt a vadásztársaságokban sok helyi gazda sportol, szórakozik, rendszeresen használják a fegyvert, van a fegyvernek, a fegyverhasználatnak egy kialakult kultúrája, és itt mi szeretnénk egy teret adni ennek egy lehetőséget adni, hogy kulturált körülmények között megfelelő gyakorlást követően itt mindenki kedvére szórakozhasson. A polgármester elmondta, pályázaton nyert közel 20 millió forintos támogatás képezte a beruházás alapjait, de jelentős segítséget kaptak egy sportalapítványtól is. Emellett a Magyar Falu program keretében elnyert mintegy 6 millió forint adott lehetőséget arra, hogy a lőtér területe a helyi vadász-íjász egyesület tulajdonába kerülhessen. Az átadó ünnepségen Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kiemelte, a sportszövetség hosszú távú célja, hogy először minden megyének, majd pedig minden járási székhelynek legyen saját honvédelmi sportközpontja. Szép munka, a kivitelezés is szép, és rendben van. Én bízom benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz a fontos kormányzati programhoz, amely azt a célt fogalmazta meg, hogy a fiataljaink lehetőség szerint részt vegyenek önkéntes alapon természetesen olyan honvédelmi sportok űzésében, gyakorlásában, amely az ország védelmi képességét is erősíti. Itt elsősorban a sportlövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a gyakorlása. Ebből a célból hoztuk létre a Honvédelmi Sportszövetséget, ez köztestület, tehát nem egyesület, ez egy köztestület. És valóban 424 tagunk van jelen pillanatban, tag szervezetünk van, ami több mint 100 000 embert jelent, és hogyha az Encsencsi Egyesület jelentkezik, akkor föl fogjuk őket venni természetesen, és akkor ők leszek a 425-ek. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, a honvédelmi nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Simon Miklós, országgyűlési képviselő pedig a civil összefogás jó példájának nevezte a megvalósult beruházást. Ha többen közös álmokat dédelgetnek, összefognak, és segítséget kapnak, akkor azt meg tudják valósítani, és egy olyan mintaszerű kezdeményezés valósult meg ezáltal itt Encsencsen, a polgármester úr katalizálásával, vagy vezetésével inkább így fogalmaznék, ami mintaértékű a térségben, a megyében, de szerintem az országban is. Szedlár János polgármester, aki íjász világbajnok is, a jövőbeli tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, a területen körülbelül 15 hektáron alakítanak ki sportolási lehetőséget, így hamarosan koronglövőpálya, kis és nagy kaliberű puskáspálya is várja majd a civil sportlövészeket, valamint a helyi vadásztársaságokat. Emellett egy 20 célos, háromdimenziós íjász, valamint egy légpuskás pályát is ki fognak alakítani.